A megemlékezésen közreműködött dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató, továbbá a Kovács Mihály Huszár Bandérium huszárjai. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak műsora után Illési Ádám, emeritus nagykunkapitány, az illési kapitányok leszármazottja mondott emlékező beszédet. Rendkívül fontos, de aztán nem csak az én családomnak, hanem minden Kun családnak, akik... ennek a felmenői ebbe a csodálatos és óriási áldozatot kívánó folyamatban, a redemcióban részt vettek, hiszen ez azóta is befolyásolja, hiába látjuk vagy nem látjuk, de ez befolyásolja azóta is a Kun tudatot. És hát az a feladatunk, hogy a fiatalok is ezt ugyanúgy lássák, mint ahogy mi már egy kicsit idősebbek, öregecskék. Nekem két hazám is van, az ükszüleim folytán, a Illési Sándor az a kisújszállási, és a Varró Mária pedig a karszagi, tehát ők alkottak egy párt, akinek mi az egyenesági leszármazottjai, büszke leszármazottjai vagyunk. A büszkeséget úgy értendő, hogy arra vagyunk büszkék, hogy ők, a mi felmenőink, nem magunkra természetesen. És hát ami az üzenet a fiatalságnak, meg hát tulajdonképpen nem csak a fiatalságnak, hanem hogy mi is adjuk tovább ezeket, mondd el fiaidnak, legyen az a szlogen, hogy így mondjam, legyen az emlékeztető, hogy el kell mondani a fiataloknak, mert különben szétfolynak ebbe az egész fogyasztói társadalomba, egy fogyasztóká válnak, akiknek se színe, se szaga nincsen. Nekünk nagykunoknak kell lennünk, van a jászoknak, kiskunoknak, nagykunoknak, mindenkinek a saját identitását kell tovább vinni. Nagyon nehéz. Az Illési család az 5 igazi nagykunkapitányt adott. Ez pont az az évszázad volt, ami a nagy árvizek az évszázada volt. Tehát a legnehezebb idők voltak akkor pont a nagykunságban. És hát ez olyan büszkeség számomra, ami nem az én érdemem, nekem csak annyi a feladatom, hogy ápoljuk az ő emlékét, meg valamennyi olyan nagykun felmenőnek, nagykun családnak, nagykun részvevőnek, az redemció részvevőnek, akik ezt az áldozatot meghozták. Ezt nem tudjuk már fölfogni, hogy ez mekkora áldozatot annak idején. Nem akarok más fölött pálcát törni, mert egy 20-30 évvel ezelőtt én se tudtam sokat a redemcióról, mert ugye Pest megyében, Budapesten lakom. De most pont a múlt héten találkoztam egy nagykunságból származó atyafival, a velemkorú volt, és nem hallott, tehát soha nem hallott a redemcióról, és nem fölötte szeretnék pálcát törni, csak az, hogy milyen kár, hogy nem hallották, hogy amire büszkék lehetünk, amire nagykunok, kiskunok, jászok, tehát a hármas kerület, rendkívül büszke lehet erre a csodálatos dologra, hogy az, ami az övék volt, az a különleges jogállás, ami Európába párját ritkította, amit aztán elvettek egy laza tolvonással, és akkor megengedték nekik, hogy megváltsák feláron magukat, tehát tulajdonképpen azt, ami az övéké volt korábban.